Hát de miért még írj volna? Nem, nem volt egy, egy, egy büszke fenékször. igen, bár, gondoltunk egyébként, volt, hogy volt ilyen, hogy féltégla, meg ö, ö, fintorok, az azért nem lett volna rossz szerintem, mert volt benne ilyen kis szójáték, hogy fintor meg rock, de aztán valahogy valaki azt mondta, hogy legyen hónaj, oh, <laughs> akkor már hónaj, oh, jó, de akkor már irítsó, eh, még jó, ha legyünk az, tök mindegy volt, hanem egy éjszakra, mindegy volt. Mert... Sziasztok, a Szembeszerelem Podcast mai adásában a Sipos Peti lesz a vendégem, az irigy, hónaj Mirigyből. Hello Peti, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm. Gyorsan neki is esnék, vagy nekem, neked is esnék inkább, mert euh, én úgy tudom, hogy euh, neked az eredeti, eredeti, nagyon eredeti szakmád az nem feltétlenül az eléhez köthető, bár de, hogyha úgy nézzük, van benne Ez test. Hát nekem cugrász az eredeti szakmám, egyébként de voltam én már kelmefestő, meg voltam raktáros, meg programszervező, de mindenfélevel foglalkoztam, sőt, még egy éjszaka ómunkás is voltam, még a suli mellett, hogy kellett a lóvé, és még a kávintéren téren halatlapátoltam ugye iskola mellett. Aha. De és, na igen, ehhez képest mondjuk próbálom ezt, a, ezt összefűzni a zenéléssel, hogy mindehez azért, azért ez teljesen távol áll a muzsikálástól, nagyjából még, vagy igen, vagy közel? Hogy Nem, hát igazából nem áll közel, annyi, hogy én már a a műhelyben is mindig énekelgettem, ott, ahol dolgoztam a cukrász műhelyben, és ezt szóltak is a szomszédok, hogy hát azt szeretjük, amikor a Péter hogy ott a mosogatóban, mert kihallatszodott, de amikor olyan írgalmatlan visításokat de azt mondja, vendégét volt, és elejtették a levetbe, a kanalat, a teraszon, hogy mit történik ott a túloldalon a cukrász üzemben. És akkor ebből, hát nem ebből, de aztán szép lassan kialakult nekem ez a kis énekesi karrierem. Meg doboltam nagyon régen, ugye? Ah, de, de, de ez egy ilyen predestináció volt, vagy úgy, értem, egyszer csak jött a lehetőség, és azt gondoltad, hogy ez már meg volt írva, hogy te egyszer csak elkezdő zenélni. Egyfajta kényszer volt, képzeld, de amikor ö, ilyen első a zenekarom dobolgattam, mindig kerestünk énekest, és sose találtunk olyat, akit mi elképzelhető magunknak megfelelő. és Volt, voltak ilyen nagyon riszos felvételeink, de hogy ne vesztenek el, mondom, akkor föléneklem. De hát olyan, képzeld, el, olyan technikával énekelt, hogy az iminél a az egyik magnót ide a polcra, a másik magnót ide, itt elindítottuk az alapot, és én itt középen álltam, mindenféle mikrofon, még nem volt még mikrofonunk, hát mert 16 évesek voltunk, és a két magnó között a szobába ordítoztam, és az lett felvéve az én hangom, így, hogy megmaradjon valami az utókornak, és nekünk, és kényszer, a is semmi, és amikor a Mirigyel kitaláltuk ezt a szilveszteri ázibulit, bulit, akkor valahogy úgy hogy jött, hogy én fogok énekelni, mert volt egy Budapesten a Tüzes nevű Ilyen rock kocsma, az első ilyen rock kocsma volt szerintem, és akkor ott ne fél DJ, meg a Gangstázó meg csomó jártak le oda, és ö, ö, ilyen rockzenéken, rock dj voltak. És én meg ott ordítoztam azokat a számokat, amik ennyit ismertem, állítólag, vagy szerettem, és akkor a kabaiék már ott ültek a doboz engőn, na jön, a hülye hajó, már megint ordibál. És akkor ott a hülye hajó, mert, mert akkor a leszerelés után, mikor még se hosszú vajon, nincs, se rövid, az a, az a nagy, az a hülye hajó. Mint most és, és, és akkor így valahogy akkor összehavjálkodtunk, és akkor jó, te leszel az énekes, te lesz a dobos, hát egy éjszakán, nem mindegy, egy éjszakára. Alakul. De van, egy így alakult a hogy mi így hogy meg? Gyakorlatilag igen, egy haverunk fölajánlott, hogy nála lehet egy szilveszteri ázibulit tartani, és akkor mondtuk, lepjük meg a haverokat egy ilyen esztrád műsorral, és egy éjszakára alakult az Ricsóna, hogy így hogy az 33 évvel ezelőtt volt, és azóta is, hát szerencség volt, együtt maradtunk de amikor megalakult, akkor, már, akkor mi nem irigy volna, mi Vagy de, te csak meg... Meglap... Tehát egy éjszak alatt megalakult. Ilyen nevet ki lehet találni. Persze, hát ki, ki, gondol, ilyen nevet választanál egy, egy komoly rózánkkal, meg nem választanál. Hát ez al alapvetően direkt egy ilyen szilveszteri bulira, egy nappali baj, ekkor egy, ekkora kis helyiségbe ott voltunk. Éppen, hogy elfértünk a haverok ott a másik sarokba, nagyon vicces. de miért mi irigy volna? Miért? Nem, nem volt egy, egy, egy büszke fenékször. igen, gondoltunk egyébként, volt, hogy volt ilyen, hogy féltégla, meg fintorok, az azért nem lett volna rossz szerintem, mert volt benne ilyen kis szójáték, hogy fintor, meg rock, de aztán valahogy valaki azt mondta, hogy legyen hónaj, akkor már hónaj, jó, akkor már irigy hónaj, jó, ha legyünk az, tök mindegy volt, hanem egy éjszakra, mindegy volt. Na, uh. hát a szény maradt. Yeah. Igen, de közben itt meg egy ilyen párhuzamot csak mert ugye Mondtad, hogy, hogy kényszerből uh, indítottad el a, a, zenész, vagy a, a zenész pályafutásodat, az énekesi pályafutásodat, és ebből kifolyólag azt szeretném megkezdődni, hogy uh, mit látsz, hogy látod, hogy nagyon sok ember van ugyan a helyzetben, hogy kényszerből csinál valamit az életben, uh -huh. uh, és mégsem tud kitörni, de van olyan, aki ki tud törni például mindent. Én azt gondolom, hogy egyfajta szerencsés és egyfajta bátorság is ahhoz, hogy ki tudják törni. Azért marra nehéz a mai világban azt mondani, hogy én ott hagyom az állásomat, beolvasok a főnökömnek, aztán majd nem biztos, hogy talán. Most is olvastam egy cikket, egy srác 40 éve, 48 éves, kirakták a katonasságtól, és nem tudja, mit kezdjen magával, hiszen egész életét ezzel töltötte. Én is nagyon nagy bajban lennék, ha most nekem valami cigű foglalkozás kéne üzni, mert annyira elment mellettem az élet, az utóbbi években, én csak ezzel foglalkoztam. Én nem tudok kitölteni egy számlát, nem, 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 értek semmilyen adóügyekhez, nem értek semmilyen jogi procedúra, az ez, fogalmam sincs, hogyan kell, kéne egy cipőboltot üzemeltetni, hiszen sose csináltam, és elment, még a saját szakmám is elment mellettem, a cukrászat teljesen megváltozott, amit én tanultam, azokat már nem is árulják, mert az már nem trendi, meg már hizla, meg tudom, most már ilyen mentes, olyan mentesen, a minden mentes kell tartani. Nálunk ilyen nem is volt. Lisztó cukor volt, meg csokolád, ez jó van. Na, <laughs> ja, De, de és de ettől függetlenül tök érdekes lenne azt, azt megtudnom, hogy, hogy zenészek vagytok, mindannyian már, tehát már profi zenészek vagytok, és az elején is azok voltatok, mégsem jutott eszetekbe, vagy talán igen, majd elmondod a választ, hogy, hogy saját dolgokat építsetek föl, saját dalot, a dalok, legyen mm. megzenésítve, paróniába kezdtetek. De miért ez lett a válasz, miért nem az első? Tökéletlenül, hogy én említettem, hogy az első buli már ilyen átélt hülye szövelket énekeltünk, és nem terveztük, mi a lesz folytatása. Az első pár évben csak így éltünk bele a vakvilágba, volt nagyon kevés fellépésünk, és tényleg csak élveztük ezt a helyzetet a munka mellett. Mindenkinek volt valamilyen civil foglalva autószerelő vízszerelő, köves, műszerész, mindenkinek volt valami civil foglalkozás. Csak éreztük azt, hogy nagy ritkán havonta egyszer-kétszer el lehet menni valamilyen jó, benuktunk, és dzsungáskodtunk, és tett tökre tetszett. És aztán egyszer csak úgy jött egy, egy lemezajánlat, egyre komolyabb lett a dolog, aztán még több fellépésünk lett, és nagyon szép lassan mindenki ott hagyta civil foglalkozását, még hogy hula részegen betámoljogtam a munkahelyemre reggel 8 -ra, ra értünk az a Pestre, és akkor nyolcra mentem dolgozni, akkor mondta a főnök, hogy nem kéne ezt erőtetni. Most úgyis van elég burító, hát sok volt valami 20 ezer forintos fizetésem, mint ilyen állatbakolóan egyetemi klubba, és akkor hát nem igazad van. És szép lassan mindenki elkezdte civil foglalkozást csinálni, Hát aztán jöttek a hála Istennek a lemezek, a sikerek, tévéműsorok és akkor egyre népszerűbb lett a zenekar és rengeteg munkánk lett ezáltal. De a fellépésünk. A te is te személyesen mikor ö, érezted azt, hogy na most megtörtént az és mostantól befutottam, befutottunk, ö, volt egy ilyen pont, vagy ez csak ez egy ilyen, ez egy ilyen át. Ez marra nehéz, mint több ilyen pont volt, mert ugye az első lemez kijött, elég sikeres lett, és elég sok klubba játszottunk, de még akkor én ilyen klub szinteken. És aztán mondtuk, á, második lemez, hát ki tudja, az még sikeresebb és akkor jött azt hiszem a harmadik lemez tájékán olyan szintre, meg akkor ak beindult a tévés dolog is, igen, és az hozott egy olyan népszerűséget, hogy egy a BS megtöltöttük még hozzá, úgyhogy elfogtak a jegyek már hetekkel a az, az első BS koncertünk előtt. Én azt gondolom, az egy nagyon nagy fordulópont volt az életünkben. Akkor már játszottunk sok fesztiválon, meg sok klubban, uh, de az, hogy egy BS megtölteni egy ilyen tinglitani zenekarnak, azért az egy nagy, -nagy fordulópont volt, és hála Istennek mindig sikerült ezt valahogy überelnünk, hogy hát te is voltál velünk a kis stadionba fölléptünk. Az volt az egyik legjobb koncert. Igen, de nagyon jó koncert volt egyébként. És hát aztán jött az új BS, akkor most tavaly már Grupa Maréna, és hát majd tervezzük, hogy esetleg még, még egy nagyobb guri valahol majd. Te említetted a siker kifejezést, sikeres lett ez az, ez az, ez de mi a siker számodra nagyjából? Be tudod határolni, Tudod mi, a, 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 leg, a legjobb már kicsit a de az, hogy rengeteg szeretetet kapunk az emberektől. hogy hány olyan e-mailt, levelet, vagy, vagy a helyszínen, hogy akár olyan, mint mikor beteg volt, minket hallgatott, és, és jobb tett neki. Tehát ennél nagyobb siker az, hogy nem kell. És főleg az, hogy szeretnek. nagyon sok helyen inkább szeretnek minket, mint utána. Persze van, aki nem azonosul a mi műfajunkkal, vagy nem tetszik, de azok általában kommentelgetnek is, de a nagyon nagy része szeret minket, mert azért, amikor találkozunk az emberekkel, tehát tényleg oda jönnek, megfognak, megsimogatnak, megölelnek, örülnek, fotózkodnak. Azt tesszük észre mai napig, hogy, 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 szeretnek a mi társaságunkban lenni. Sok új barátot szereztünk így a, tornés során, új emberekkel ismerkedtünk, meg komoly emberekkel. Akik, akik egyszerűen mint az embert látják bennünk, nem csak a parodistát a hanem megismerték, amellett ugye lejöttünk a színpadról, és látták, hogy velünk ugyanúgy lehet hülyéskedni a öltözőben is, vagy akár egy fröccs mellett. Te is nem hiányzik az, a, az a hogy nem is azt kérdezem, inkább úgy kérdezem meg, hogy, hogy ez mindegy, hogy ezt hány embertől kapjátok vissza, de most akkor konkrétan kérdezem, mondjuk, hogy nem vagytok egy pinceklubban, ott léptek föl, egy, egy nagyobb klubban, nem tudom, 400 ember előtt vagy 10.000-12.000 előtt. Mindegyik más, mert a 10000 a tömegeknél nem, nem annyira közvetlen a kapcsolat. Viszont ha, ha azt mondod, hogy nem most mindenki ó, vagy integesen, vagy annak azért borasztoúzások, amikor tízezer ember világít a telefonjával, viszont a pince klubban vagy egy, egy kis klubban meg annyira közvetlen a otthon előtted egy méterre, tehát látod a mosolyát, látod a, a reakciókat jobban. Egy nagy színpadra nem annyira látod a közönség arcát, hanem ott egy nagy tömeget látsz. Tehát mindegyik más. Én azt gondolom, nekünk miért volt már jobb koncertünk 8 embernek is, mint 8000-nek. Mert a 8000 lehet, hogy nem miattunk jött, hanem ott volt egy fesztivál, és nem mi voltunk ott a az érdeklődés középpontja, hanem teszem azt a tancsapda, vagy a slash, vagy a netel, és akkor őt várták inkább, de megnéztek minket is. Viszont volt, hogy nyolc ember olyan hangulatot csináltak, ez az hogy életünk durja volt. Mert, mert, mert azok meg fullom az összes szöveget, na, és hát azok, azok miattunk jöttek. Amikor először léptél fel majd tömeg előtt, az milyen érzés volt? Én, én nem tudok erről beszámolni, ilyen tömegek előtt sosem léptem fel. E nagyon vegyes, mert az első, ö, azt mondanám, hogy amikor voltak a lemezdő koncertek, akkor még Petőfi baromira izgultam. De baromira izgultam, és be voltam rekedve, minden baj volt. És ez egy ez, ez, sima izgulás volt. Azt mondta a haverom, egy zenész kollégámnak mondom, mit csinálj? Ami ugye 5 perc van a szintben, de azt mondja, így egy viszkit és énekel. És a másik számnál elnök, mikor látta, mikor visszajött a reakció közönségtől, a pozitív energia visszajött, és abból kimen belőlem ez a feszültség, és onnantól kezdve minden működött. Aha. Ez érdekes egyébként, de ez, ez, lámpalál, ez gyakorlatilag. Most már hál' nincs. Nincs? -e? Igen, az tudod, mikor? Ja? ha nem a saját produkciónban vagyok, hanem meghív mondjuk egy zenekar, egy hogy már szövegparán van, mert már öregszem, és a szöveget, és az, hogy az a közönség a bohócot látja bennem, vagy elfogad, mint énekes. Tehát egy komoly zenekar, sokszor hál' Istennek volt annak át, ami így hívtott, mert egyre több helyre írnak, Alapi nap voltam, 60 szüli napján, meg kolor, meg szóval sok, sok minden, és azért ott izgulok, hogy, az, hogy, hogy akkor azt mondják, na, 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 lássuk, mit és akkor vége, hála tapsolnak, és akkor te tud ez énekelni. De ez, ez, benned volt, ez így a, az elmúlt 33 évben, hogy téged beraktak egy dobozba, és ahol hogy ebből ki tudjátok? Igen, ez, ez, van, van. Tudom, mert te sokat beszélgettünk erről, hogy neki is már volt, hogy a Sing ezen túl tegye magát, hogy ne, ne, a bohócot lássák benne, hanem fogadják el akkor is ott rockénekesnek, és a mirigy koncerttel, meg a énekeseként és most nekem hál' Istennek, ami ott van a triász 11 éve, ez nagyon sokat segített ebben, hogy ezeket legyőzzem, plusz elfogadtassam magamat a szakmában is. Tehát többször volt a, a, a német lojzékkal, bikini vendégeként, cipőemlékkoncerten, ahol szóval most már hívnak olyan helyekre is, ahol, ahol nem a bohócot hívják, hanem az énekest. Énekeltem egy dákat 8 évig az ártosztályon, régi De egyébként ezért tettetek ki azért, hogy, legyen egy ilyen doboz. Tehát, Persze, persze, nagyon nehéz. Hát, de, de, a legtöbb színész is így van, aki 20 évig játszik egy karak sorozatba, a Joki az Joki marad. tehát, szóval ilyenben játszik teljesen másik film, a Kalambó az mindig Kalambó marad. Persze, látod már filmekben, de mindenkinek a Kalambó. Nem is azt, nem is Péter fognak ki, mert nem Kalambó. Nem? <laughs> Igen, meg szóval ja, nem a Kalambó felesége, és a, kis, a ja. senki. De um, mi, mi ezzel a... Tehát mi volt a... Én itt túl, túl az, hogy szakmailag volt egy célja a triásznak, hogy egy kidörje le ebben a kommunikációs csapdából, amiben belekerült, egyébként egyéb magad által. Ez az egyik, de ugye meg van-e hosszabb távú célja? Tehát miért van a triász? A, amikor elkezdtem, szerintem egyfajta kiegészítésként éltem ezt meg, hogy, hogy, hogy tudja olyan dolgokat jár, ne kelljen nagy táskával érkeznem a koncertre, ne kelljen parókát húznom, meg bajuszt ahogy a Charlie mondta, ez ezért is óriamitett teszek. Ez egy bajusztott ragasztorabbá, ez meg ebben az egyik engem parédiuszára. Na mindegy, és szóval ugye egyszerűen azokat a dalokat énekelhettem a saját hangomon, vagy, vagy a, rock, rock, a rock zenén, amit fölnőttem, és nem véletlenül elveszett dalok, tehát szóval olyan, olyan dalokat választottunk, amit mi nagyon szerettünk fiatalon, hallgattunk, játszottunk, játszottunk volna, szívünk szerint, tehát ilyen régi wiki stb. 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 amit nagyon szerettem, és most énekelhetem, játszhatunk, és ez egyfajta, azt is mondhatnám, hogy hobbi, mert én nem pecázok, nem gyűjtök kis autókat, nem mit tudom én, nekem a, a zene a hallgatás, nézés, csinálása egyfajta hobbi és ami így mellett azért 30 év az jelentős és kattulja, és azt mondod, hogy ne legyen, ne, ne, ne fásoljunk bele ebbe az egy dologba, és mondom, jót tett, úgy értem, hogy szakmaértelmes jót tett, mert hívtak olyan tévéműsorokba, ahol énekelni kellett, És az alól végre az, hogy elismernek úgy már, mint énekesti. Te is a leg, leg, leg kellemetlenebb és a legkellemesebb élményed mi ebben a 30 Jó, Vagy legviccesebb Hát, ezt, ezt marra kiragadni, mert ugye rengeteg dolog megtörtént velünk a, a, fiúkkal, alapvetően nagyon el tudjuk magunkat engedni. Voltak botrányos viselkedéseink is, a legtöbben, mert itt nem emlékszem, tehát azért nem tudom elmesélni, mert nem emlékszem, mert azért mi szeretjük megünnepelni a sikereket, így a koncertek után, így a fesztiválokon. Arra emlékszem, hogy például egy ilyen fesztivál után, hogy nagy nehezen a sofőrünk összeszedett két-három embert, azok beültek a buszba, hogy gyűltek, meg megkeresem a többieket. Mire megkereste a többieket, az a két-három megébredt, és újra elment a büfébe, valamelyik büfébe, hát talán meg egy ilyen dokairod hogy Úgyhogy több órán keresztül vadászok minket a sofőrünk, mert mi így szerettünk így jobbra-balra elcsavarogni. Hát a, a, legnagyobb élmények ezek a nagy koncertek. Tehát a, amikor például a Tina Turner előtt játszhattunk, érted a, a 97-ben. Vagy, vagy voltunk a kisnek az erőzenek arra. Azért ilyen, ilyen, felkérésnek az ember nem mond lemet, És ezek óriási megtiszteltetések, de volt olyan is, hogy, hogy bemondta a DJ, hogy és következik az így, hogy valami és összesen kettő pár táncolt a diszkóba, azok is hazamentek. Tehát ilyen is volt. M mert tudod, nem mindenhol ránk kíváncsiak, vagy nem éppen úgy jött a szervezés, hogy, hogy be volt reklámozva, tehát tényleg volt minden, minden. A legszarabb helyeken is öltöztünk a kukatárlóba, és mert nem teremtették meg a feltételeket a fellépéshez, de azt mondtuk, a közönség nem tett róla, csak a szervező volt barom, At azt is megcsináltuk, de volt olyan is, hogy azt gondoltuk, hogy lementünk egy kis, nem tudom milyen nevű faluba, és minden, tök szőnyeg volt a sátorba, hűtőszekrény, kézmosók, tehát mindent megcsináltak, ami esetleg illik. illik. egy gyors visszakanyarra a, a mirig. Tehát a, a, a munkához. Tehát, ö, én azt vettem észre, és ezt a táj hallottam, hogy most már látok kevés az a zene, ami, ami, ami nektek alapul tud szolgálni azért, hogy, ö, hogy a, legyen belőle egy paródia. Ezt továbbra is tartod, de most már az ott van Hát inkább azt mondanám, hogy a közönségünk nem ugyanaz, mint ö, vagyis rosszul mondom, a közönségük ugyanaz, aki eddig volt. Tehát magyarul ők sem hallgatják a legmodernebb stílusokat, a legmodernebb előadókat, tehát nem biztos, hogy nekünk elő kell venni a, a most futó, legesleg fiatalabb bandákat, mert nem jut el a mi köz, hiszen valószínűleg akik ott vannak a koncertjeinken, azok ők sem, ahogy én sem hallgatok ezeket a stílusokat. Az ők együtt öregszenek. Ha megnézed a Lord-nak vagy a pénmobilnak a közönségét, nem a 14 éves gyerekekből áll, hanem velük öregedtek, és azokat a dolgokat azért mennek el, mert ezen nőttek fel. Ez mond neki valamit, ez megérinti. Az a, az a dal, akkor volt szerelmes, arra lett 80 kiló. Tehát ö, ö, mindenképpen együtt öregszik, vagy, vagy legalábbis együtt mozog velünk a közönségünk. Tehát nagyon nehéz, próbáltunk, egyébként csináltunk olyan lemezt, amin inkább ilyen alternatív a zenekarok do dalait dolgoztuk fel, és egyáltalán nem volt sikeres. Talán egy dal működött róla, de azt se játszottunk sokáig. Tehát például próbálkoztunk, akik velünk egy ugyan a Quinbi, csináltunk Quimby paródiát is, de, de mégse kezdett el a Quimby közönsége minire járni. Azért, tehát azért, hogy csinálsz egy paródiát, nem fogsz megnyerni, azt gondolom, hogy mi pont attól vagyunk érdekesek, hogy nagyon vegyes műsort adunk, tehát tényleg van minden mulatos, rokkos, poppos, mindenféle, de az, amit, 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 tényleg egy, egyből felismersz. Tehát rögtön a meghallgat a rádióba, és egyből vágod. vannak, most például megcsináltuk a Reptér paródiát, ami azt mondanám, hogy hát miért most, mikor 75-ös nóta, de, de ez most aktuális, és abba fogunk kijönni, és szerintem most azt látom, hogy most a repteret, most mindenki énekli. Tényleg az idősebbek, fiatalok egyaránt, ott voltam a Budapest Parkban, zseniális volt a koncert, a Korda Gyuri bácséknak, és uh, kollégánda forgattuk, most a napokba fog megjelenni. De és uh, mondjuk, hogyha azt mondom, hogy most, atyám, ami nagyon aktuális, uh, most a reptéren kívül, mikor az egy generációt érint, de mondjuk még így az a És amit, amit igen, csinálni. Beszéltünk róla, mm -hmm. sőt, föl is dobtuk a témát, uh, mindig próbál, de én pont ezt mondom, hogy lehet, hogyha eljátszanánk uh, egy uh, fellépésen, az azért hogy így állna a közönség, mert ők meg nem hallgatják az eredetit. Tehát nekünk olyat kell, amit ismernek az eredetit, mert akkor nem tudják, mi ebbe a vicces. De közben van egy olyan anomália, hogy, hogy én ismerek olyan embert, aki és nem tudom, melyik dalotokra gondolta, hogy a ti vagytok az eredet és nem az eredeti az eredet. Igen, van ilyen. Hát ilyen, ilyen, is van. Attól függ, hogy mennyit nyomták a, a, az eredetét, vagy mennyire jutott el a közönséghez. Persze. Hát mikor a Karelgot megcsináltuk, akkor gyakorlatilag mi hoztuk vissza a Karelgot kultusz Magyarországra, mert akkor már 20 éve nem játszottak, hogy 30 Karelgot nótákat, és ahogy nekünk rohadtul befutott a Karelgot paródiánk, a egyik kiadó újra meg elkezdte megjelentetni a Karelgot lemeszeik Magyarországot. Úgyhogy annak lett egy újabb kultusza. Nehéz ezt megfejteni, ugye a sikernek nincs titka. Ha mindenki tudna, mi a titka, akkor mindenki tudna slágert írni, nagyon slágernek is egyszer valamitől bejön egy dal, akár egy jó bemondás, akár egy dal van világ, amitől működik, és azért a, a nagyon nagy átlag, a, azért még mindig a, a, a nagyon populáris, akár a mulatós, tehát az, az amitől le lehet nyomni a közönség torkán, a, a nagyon bonyolult zenei frázisokat, azt azért a, egy réteg szereti, érti? Én is például szeretem a progresszív rockzenét, zenét, de ne, nem sokan szeretik, mert az már oda kell figyelni, azt érteni kell, hogy milyen megfejtések vannak, Szerintem, ami jön, jó, hogy dúdolni, bulizni, csavar fel a szőnyeget, az jó van. De és hogyha mégis meg kéne fogalmazni a sikertitkát, most már 33 év tapasztalat van egy bizonyos uh, iparon belül. Hát én azt gondolom, egyébként a hitelesség az, az, az rendkívül fontos, hogy mi, nem próbáltunk meg. És hát a, 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 a az beszélgetésen én mondtam, hogy mi olyanok vagyunk az életben is aránylag, hát ismersz minket a jó ideje, hogy, hogy mi tényleg szeretünk hülyeskedni, baromkodni, és nagyon jól érezzük egymást együtt. Tehát nem az nem, nem úgy van, mint most a Guns and Roses hogy szóba se állnak egymással, de érdemes túlnézni, mert érdemes, hanem van kohézió a zenekarban. Tehát tök jól érezzük magunkat. Tehát együtt bulizunk, együtt járunk szórakozni. Gyakorlatilag minden rezdülését ismerjük egymásnak, saját nyelvezetünk van, egymás között úgy beszélünk, hogy senki nem érti, de kóról ödünk rajta. Úgyhogy én azt gondolom, ez átjön. És, és tényleg, hogy a, a közönségnek, Akár nem kezd kimondani, lehet, hogy valahogy megérzik, hogy mi ezt élvezzük, És a mai napig szeretjük, pont a most voltunk egy fesztiválon is a szervezők, hát én nem gondoltam, hogy ti még így ugrátok 33 év után is. Hát, mi nyomjuk érted, és nem szeretjük csinálni. De és mit üzász mondjuk azoknak, akik ugyanúgy abban a helyzetben vannak, hogy valamit kényszerből elkezdenek csinálni, tegyük fel a cukrászok, uh -huh. és bennük van az, hogy mégis a vele valamilyen lehet. Ö, nagyobb plénum előtti kreatív szakmájuk, mint például az élekvés. Mit csináljanak ők? Hát ez az, azért nehéz, mert ha, ha az, hogy elhatározza valaki, hogy most ő énekes lesz, az még az kevés. Tehát az, azért nem árt azért e, valamilyen adottságnak is lenni, hogy tudjon is énekelni, bár a mai technikában van, szinte mindenkiből lehet énekes. De... Igen, de, de azt szerintem előbb-utóbb levágja a közönség, ha nagyon megvan mókolva a stúdióban van, meg e, ismerünk olyan előadókat, akik életében nem volt egy élő koncertje, de erre meg ad ki, és elég sokat. De Hát azért, azért a közönség ezt megérzi szerintem. E, az, hogy valaki énekeljen, azért, mert szeret énekelni, azt pont most olvastam, ez az énetés egy csomó mindenre jó. Még azt mondják, hogy egy csomó betegség ellen is jó, mert hogy sokat használod a tüdő, de kevesebb meg megfázva. Mit tudom én, ilyen maraságok. És e, azt hallottam, hogy a humor és az ének és e, a zene egyfajta gyógyító erővel is hat. Tényleg akár, valószínűleg inkább lelkileg. Tehát azt sokan azt mondják, hogy a, a, a sok betegségnek az alapja a, lelki is lehet. Tehát ha valaki azért énekelget, dudorázgat, azt gondolom, hogy ott kicsit hogy rendben van. Tehát akkor nem, ha valaki ilyen, akkor az, az, az nem énekel Vagy hogy... meg azt Ha valaki énekelget, az lehet, hogy egy eleve már jó az élet ritmusa, akár a élethelyzete helyzete otthonnál. Tehát akkor akik aki, aki kényszerű helyzetből kell, hogy cselekedjenek, dolgozzanak, bejárni a munkahelyre, Uh, azoknak nincs lehetőségük erre a kitörésre. Neked volt? Ugye nem, nem, biztos, hogy ez, tehát törjön ki, nem biztos, hogy az énekelés lesz az. Szóval lehet, hogy kezdjen el festeni, vagy mit tudom én, pecázni, vagy valamit kezdjen el, amit szeret, mert sok embernek nem, nem neked a zene meg a színészkedés a kitörés, hanem lehet, hogy, hogy elég csak, csak munkahelyet váltani, és akkor már leveszi magával ezeket a terheket, ami őt nyomasztja, vagy a, a, saját szakmájában esetleg tovább magát, és igenis, ahogy kitalálják mindig az ország tortáját, ahogy most láttam, hogy van sajtos, tejfölös, lángos fagylalt. Miért ne lehetne? nem biztos, hogy rossz, meg kell kóstolni, hogy volt lecsófagy, az évfagylantja volt a lecsófagylalt. Hát, öt éve. Igaz, hogy nem vette senki, de az nyerte meg a... Mert jó ötlet volt. Szóval mindig lehet próbálkozni, ahogy, ahogy próbálkoznak a mi szakmánban is, és változik a szakma, változik a zene is, változik, változik a a cukrászat változik, a, a na és hiszen ugye jönnek az új trendek, a street food, meg ilyenek, amit sokan nem szeretnek, sokan szeretnek, hogy megkóstolnak, de ez változik, a, az, az autógyár, minden változik egy kicsit, tehát valaki, tud, meg is megettem Los angeles Beach egy, egy és Magyarországra jött dolgozni, húzott szemű gyerek volt, és olyan autókat rajzolt, hogy elképesztő, szerintem fölvették valami tehát egy hihetetlen ilyen tervezőmérnököt nem, nem, nem említem a szemben, ezt te rajzoltad. De de, én azt tapasztalom, hogy az, ugye az emberek mindig szeretnek a biztonságos és a biztosra menni, az a biztos. De én meg azt gondolom, hogy te, szerintem mind a ketten ugyanígy látjuk a világot, hogy, hogyha még te most tegyük fel nem, de te el kéne indulj te egy tehetségkutató verseny, ami nem kell indulod, akkor nem biztos, hogy a tuti biztos befutó számot vagy dalt vinnéd el, mert olyan a azt mondod, hogy lesz annál viszek egy olyat, ami nekem tetszik, mert szerintem tök jó. Hát én mi a tuti biztos befutó, tudod, mert ha olyanokat látsz tehetségkutatokon, olyan, olyanok nagyonok nyerik meg, és olyan dallal, hogy nem áll, tudod. És akkor ülsz a hogy bunda. Mert hogy mert egyszer nem lehet összerakni a zsűri gondolkodását, vagy hogy kik vagy föntről az irányítóból, hogy erre már meg. Hallottunk olyat x faktorból hogy valaki mondja, hogy ide jössz ezzel a tehetséggel, és ezt te most szólok a fölé, vigyétek, és akkor ennek ellenére visszlett magammal az élő sóba, mert szóltak fentről. Hát tudjuk, hogy hogy működik ez, kongó az egész, mind full kamu, és nem azok nyerik meg a teljeségkutatókat, akinek meg kéne nyerni, hanem aki most már érdekes. Elmentek a műsorok egy-egy ilyen egy, 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 egy valóságsó irányba, már rég nem az éneklésről szólnak ezek a műsorok, hanem ki az, aki érdekes, ki az, akiben látnak fantáziát esetleg, hogy tovább ki lehet szipolyozni, lehet belőle úgymond pénzt csinálni, a tévét mi lehet foglalkoztatni, mert hát érv hogy kik vezetnek műsorokat manapság televízióban. Tehát nem, nem, olyanok, akik elvégezték mondjuk a, a reporter is műsorvezetői, vagy a, 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 a reporter keres. Érdekes, vicces, ez a lényeg, hogy a közönség szeresse, vagy sokan kövessék például. De mégis vannak nyertesei, még ha nem is akiket kineveznek nyertesnek, nem? egy ilyen jellegű műsoroknak. Persze, hogy vannak, de nem mindenki tud élni a lehetőséggel. Hát vannak olyan elképesztően tehetséges énekesek, akik nem tudtak élni a... Én azt a ha hangi adottságról mondok konkrét példát, olajiból Ennél tehetségesebb csajt én keveset láttam. Elképesztő jó hangja van, de én azt gondolom, hogy ő nagyon sok évet elfecséred. A, a, amikor ő, ő ott volt a csúcson, akkor ő megragadja a sikert, ő, ő nagyon nagy karriert futhatott volna be, de nem ért a lehetőségekkel annyira. Most újra visszajött egy kicsit persze, de, de sok évig nem is hallottunk róla, hogy mint, mivel foglalkozik. Pedig kapott jó nótákat, és minden, minden itt a aranyjúna torkán. Hát köszönöm, hogy itt voltál, Peti. Ez megtisztelő volt, és remélem, hogy jól érezted magad vele, és akkor a nézőre nem vizet, jó? Ja, bocsáss meg, hát között, akkor most már kocincs vagy a mozdulat legyen. <laughs> remélem, hogy élvetétek a műsor, ti is, ahogy mi is. Kövessétek be a csatornámat, szembeszorja a podcast, állítsátok be a kis harangot, hogy nem adjatok le a tartalmukra, kommenteljetek, írjatok ötleteket, már nagyon szeretettel. Csához, sziasztok!